Polgármester úr, most már kész tény, hogy Fejk Csaba városunk jegyzője hamarosan máshol folytatja a karrierjét, kiveszi át az ő feladatait. Sajnálatosan, ugye elég gyorsan, vagy úgy mondják, rapid gyorsasággal távozott a jegyző úr, és pont a mai nap, ugye március 7-én van az első munkanapja az Érdi megyei jogvárosnál, mint jegyzőnek. Érd is már régóta nyüglődik a jegyző kérdéssel, és hát többször pályáztatta is már, ha jól tudom, és hát ugye most február közepén jegyző úr jelezte felém, hogy megkívánja pályázni. Két oka is van, ugye egyrészt az, hogy egy előre menetelt jelent az ő életében, gondolom, hogy egy megyei jogú város, egy 80 ezer körüli városnak a jegyzője, más, mint egy 8 és fél ezeres kisvárosnak a jegyzőjeként működni. Másrészt gondolom a jövedelmek is ilyen szituációban jobbak, és hát ugye most már egy jó pár éve ezt a feladatot ellátva úgy gondolta, hogy egy kihívás számára egy ugrás. Amikor mi megbeszéltük az elején, akkor a választások utáni időszakra volt szó, hogy távozni fog. Február 22-én megszületett az, hogy akkor ő március 7-i dátummal ugye itt befejezi a ténykedését, pontosabban március 6-án és 7-én ott kezd. És hát ugye most a polgármesternek van joga valakit a hivatalból megjeleníteni, hát ugye ennek vannak törvényi előírásai. Nehéz betartani ott, ahol erre nincsenek megfelelő felvértezett szakembereink. Kimondja a jogszabály, hogy vagy államigazgatási, vagy közigazgatási szervezői szakon végzett diploma, vagy jogtudományi, vagy államtudományi szakon szerzett diplomával lehet ezt az álláshelyet betölteni. Na már most itt a hivatalban egy fő dolgozik így. Kugler úr, akinek hát ezt a végzettségét lehet csak igénybe venni, vagy pedig föl lehet venni más köztisztviselőt, aki ilyen szakmai reputációval van, akkor őt lehet alkalmazni jegyzőként megbízotti jogviszonyban, maximum 6 hónapig. Az első 30 napban pedig nekem az a kötelezettségem, hogy a pályázatot, hogy a véglegesítés megtörténhessen, kiírjam vagy kiírassam, és akkor utána a pályázatot pedig hát el kell bírálni. Amennyiben ugye pozitív értékű bírálat születik, akkor azzal a jegyzővel be lehet tölteni azonnal a hivatalt. Amennyiben nem, akkor ugye többszöri próbálkozásra is van lehetőség ebben a 6 hónapban, de ha a 6 hónapban ezt nem tudom meghozni, ezt a döntést, akkor viszont a kormányhivatalnak a vezetője, a kormány megbízott úr fog kiküldeni olyan személyt, aki ezt a feladatot el fogja tudni látni. Én azon vagyok, hogy mielőbb kiírjam a pályázatot, hogy mielőbb ezt a kicsit bizonytalan állapotnak tűnő dolgot stabilizáljam, és akkor így talán Ercsinek egy új megbízható, és talán remények szerint hosszú távra új jegyzője lesz. Mint tudjuk, a jegyző ellátja a választási iroda vezetését is. Most, hogy közelednek a választások, hogyan tudjuk ezt majd megoldani? Épp délután beszéltem a megyei főjegyzővel, aki egyértelműen mondta, hogy ugye vagy ő, vagy pedig valaki, aki hát ugye az előbb említett végzettségekkel bír, mást is megbízhatunk ennek a feladatnak az ellátására, mint választási iroda vezető. Hát egyelőre még ennek a személye nincs eldöntve, ez a napokon belül meg fog történni. Én úgy gondolom, hogy ezzel sem fogjuk az itteni ercsi polgároknak a választási lehetőségét csorbítani. Lesz választási iroda vezető, a helyettese pedig helyén van és csinálja a dolgát.